62-en vagyunk pontosan, nem körülbelül. Buszokkal szállította az aktivistákat a Civil Összefogás Fórum Brüsszelbe. Április végén Orbán Viktor mellett és Soros György ellen tüntettek. Korábban a CÖF 6 békemenetet szervezett a kormány politikájának támogatására. Semmi csoda nincs. Tavaly pedig plakátkampányt indítottak Vona Gábor és Gyurcsány Ferenc ellen. Májusban az átlátszó adatigényléséből derült ki, hogy a Civil Összefogás Fórum tavaly 508 millió forint támogatást kapott az állami tulajdonú Magyar Villamos Művektől. A cégen kívül csak a Fidesz párt alapítványa támogatta őket 45 millióval. Az állami energiacéget a Nemzeti Fejlesztési Miniszter felügyeli. Seszták Miklós az éves bizottsági meghallgatásán azt mondta, bár a tulajdonosi jogokat ő gyakorolja, abban nincs beleszólása, hogy kik kapnak támogatást. Nagyon furcsa lenne, ha én miniszterként bármelyik jelentős gazdasági társaság gazdasági eseményeibe beleavatkoznék olyan szinten, hogy akár egy támogatási szinten is bármilyen döntési pozícióba kerülnék. A miniszter szerint az összes felügyelete alatt álló cégnél átláthatóan osztják a támogatásokat. Egy átlátható, évek óta működő rendszernek a keretében zajlik. Az állami energiacég mégsem árulja el, hogy mire adták a több mint fél milliárd forintot. Pedig októberben az adatvédelmi hatóság elnöke 2 hetet adott erre. Korábban Lázár János miniszter is azt mondta, hogy az MVM, mint állami cég, közpénzzel gazdálkodik. A Jobbik feljelentést tett, és tegnap a parlamentben is rákérdeztek. Most se fog a kérdésemre válaszolni, most is csak sorosozni fognak, simicskázni fognak, arról fog majd beszélni, hogy a Jobbiknak honnan vannak a plakátjai. A Fejlesztési Minisztérium államtitkára szerint az állami cég a saját pénzét költi, vagyis a CÖV támogatása nem közérdekű adat. Nem közpénz, hanem az MVM ZRT saját forrásait használta fel. Vagyis a minisztérium továbbra sem osztja sem az adatvédelmi biztos, sem pedig Lázár János véleményét. Az MSZP szerint a CÖF a kormány megrendeléseit teljesíti. A CÖF más sem csinál, mint a kormányzati kommunikációt támogatja, és aki nem ért egyet a kormánnyal, azokat pedig kritizálja. Az MVM-től az elmúlt 3 évben a CÖF kapta a legnagyobb egyösszegű támogatást. Az állami cég összességében csak a veszprémi kézilabda csapatnak adott több pénzt.